estét, hagyjak urak, itt Karvaj, ismét egy kis World of Tanks-szal, pár pompás Tiger replay-el készítem ma estére. És igazi ritkaság, Tigernek Tiger matchmaking, Tigeretes tankok. Hát mondjuk annyi hátrányban azért kell lennünk, muszáj, hogy nálunk nincs egyetlen 6-os szintű tank sem, az ellenfélnél így 3 darabbal több, ilyen hát magasabb szintű tank van mondjuk, nem igazán balanszolt. Bár a BDR-ünk szép lila, talán kompenzál azért, hogy mégsem a legjobb tankját hozta el az ütközetbe. Szóval Tigris, jó sok tier 7-es heavy tank, miért a fejemben, nem menjek a városba, nem érdemes, nincs hozzá páncélom, kimegyek a tengerpartra, hát minek nevezem a sinekhez, onnan majd lehet mesterlövészkedni. A 8.8-as patch-sel Tigernek, hát átránya lett az, hogy baromi lassan forogató, 18 km/h, olyan mint egy KV-4-nek például, szovjet nehéz tanknak, vagy egy T-28 prototype-nak így összehasonlításképpen. Viszont, ja és emellett még egy motorját is elvesztett, így már nem olyan jó gyorsulása. Viszont fejbítették a végsebességét, amit képes is elérni hosszú távon, de főleg dombon lefele, dombon felfele mondjuk lassabb, mint volt eddig. És ami a legfontosabb, az ágyúja pontosabb, és gyorsabban céloz, gyorsabban tölt, mint eddig. A Tiger P-nél nem változtatták meg a 88-as adatait, ott maradt ugyanolyan, amilyen. Szóval így valami kis előnyre a Tiger szertett, most már ez is egy kompetens tank. Eddig az volt szerintem, legalábbis én szerintem, hogy a Tiger P igazából minden tekintetben jobb volt. Hú, az jó, az gyarcső minden egyes alkalom, hogy felfogulnak. Látudjátok milyen pontos, gyorsan tölt, igazából 5,5 másodperc alatt betölt az ágyú, kicsit több. Ismét KV1-es átütetetlen toronyfront, bár az is tehát ő rossz helyen lőttem meg. Nem tudom, Ripley-eknél még mindig nem igazán látszódnak a tank sziluettek. Ezen kívül célkereszt mod, Jimbo-t lecseréltem, ez egy vanilla célkereszt, viszont van rajta számoló, csak itt most nem láthatjátok, de egyébként látom, hogy mennyi idő alatt töltök, és kevesebbet teszik, szóval a lag most már nem olyan nagy probléma volt. Ezen kívül, ha csatázgatom, akkor nem YouTube-on hallgatok közben a zenét, hanem inkább csak rádión. Illetve, hogyha felvétel, vagy időcsatás felvételt akarok kifizni, akkor rádión sem. Korjátékban ez a jó lesz, amit úgyis kicseréltem. Direkt ezen célval, Dawn of War zenére. Nos, azt az IS-t kéne segíteni, KV-3 letámadta. És el is indulok, csak itt jön igazán az hátrányként, hogy nem túl gyors ez a tank továbbra sem. Most is nehezen írja a 30 km/h sebességet, és afelé nem is nagyon gyorsul már. Az ágyú viszont roppant pontos, ez nagy előny. Az én érdekes keveréke, most nézem a két célkeresztmódnak, mert mikor ezt játszottam, még a Jimbo volt fent, viszont most már le van cserélve a Vanilla Crosshair-re, szóval most ilyen kicsit vegyes. Ó, AT2, hello! Van azon páncér sajnos, 203 milli átütéses is tudtam megsebezni. Nem sikerült megmentenem az IS-t, nem értem oda időben, de a városban mondhatni stabil a helyzetünk, bár az még változhat, illetve van mögöttem erősítés, szóval hogyha KV-ára még úgy döntözök, hogy közeharc lesz, akkor lesz, akik fedeznek engem, hoppa, T49. T49 az a nevezésem a játékban komolyan, nem a KV-1-es, nem a, mit tudom, Object 204, nem valami ilyesmi, a T49 az, amelyik, hogyha bármilyen szinten vagyok, akár 8-asban, akár 3-asban, a T49 fog engem piszkálni, nem is öl meg, de halálra idegesít ez a másodpercenként lövök század beléd ágyújával. KV-1-es nem igazán tudom átütni, nagyon idegesít ez a... Meghatok sokkal. Villog össze-vissza a csőszájfék a célkereszt. Nem mikor versenyzett volt. Lövöd, ez a érdekes. Ott a spártai a KV-nak. Vagy mégsem, mert szerencsére sikert megölni. Most ez a Ripley nem igazán azért emlékezetes a számomra, mert én hoztam volna le a meccset, vagy ilyesmi. Viszont ettől a csatától kezdve érzem úgy, hogy tényleg jól megy a Tigris a játék. Tehát én arról lemaradtam, és arról is lemaradtam. Szóval ráéreztem, hogy úgy igazán, hogy kell az új
update-olt, buffolt, nerfelt tigris háját. És imádom, egyik kedvenc tankjaim közé nőtte ki magát. Miután kifejeztem vele végre valahára a Tiger 2-t, valószínűleg a tigrist külön megtartom a garázsban. Azért is, hát nem végleges festés, de ez ilyen fazekas például tigris festés. Életvéd még nincsen rajta. Tigrisemnek neve is van, Mászli. Miután feltöltöttem azt a kis táncoló, tigrissel táncolós replayt, utána nevezte valamelyikőtök nézők közül szerencsés tigrisnek, ez alapján jutott, hiszem, hogy lehetne a neve Mászli, úgyhogy jelenleg ez az oldalon, jobb oldalon van neki egy kis magyar zászló is. Ebben a replayben nincs. Ha már magyar neve van, eredetileg lehetett volna Lucky, de miért lenne angol mégis. A német az hülyén hangzik, hogy Glücklik. Lehetett volna oroszok által elfogadt tigris, az még tetszene is nekem koncepcióként, de az is valami hülyén hangzó szó. Szóval maradtam a Mászlinál. Magyar tigris. Hopp, löfos. Gyorsan tölt, pontos, idegesítő egy tüzér. Hopp, ezt így nem igazán talált, sajnos. Na majd most már gyorsabban miattatok, mint ő, szóval. Miért ismét betöltök, azt hiszem ismét betöltődni magam. Úgy is van. Ilyen baromi gyorsan töltött tüzért még a nerfelések után is, azért nem semmi. Városban is, fú, városban elég pürosz így győzelem. Mindenki meghalt, ellenségte maradt egy darab tigris. Mindenki kihalt. A BDR-nek van két kia, szép munka, de nem tudom, hogy sokáig képes-e még húzni. Na, megölte a tigrist, wow! Valószínűleg ezért ide a játékos. Ezt hiszem, ezen kívül már nincs sok minden, amit össze kéne szednem. AFK ilyes, akkor innen már csak ingyen sebzés. Tehát értek a szuper töltés idejét a Tigernek, és mi a franc, felébredtél? Babám. Csapatod már kihalt, csak te maradtál, szavaz. Négy kill, azt kell... Most azok nem voltak valami epic meccseim, bár... Voltak jó meccseim, de nem azok az igazán epic meccsek, és ez a csata igazi felüldülés volt a számomra. 4 kill, 3100 forint sebzés, nem rossz egy ilyen tankkal, azt kell mondjam. Nos, most, hogy megvolt az előétel, meg is álltunk a főfogásnak, és nézzétek ezt a meccsinket. Ezt a csatát kerek pelec rögtön az előző ütközet után játszottam, és meglepődtem, hogy ismét tier 7-be kerültem, és nem is tudom, van más, mint nehéz tank, elég érdekes összeállítás, de recseljön ezzel a tankkal igazán villoghatok már. Van bizonyos szinten átszázása, meg egész jól átszázott ez a tank végső soron, hogyha van rajta festés, meg 20-valány százalék átsza mindenkin. Majd a parancsnokon idővel lecserélem a látszázását, vagy a javítását, most inkább a javítását. Egy hatodik érzékre, nem árt, hogyha van. Egyelőre ez is teljesen megfelel. És mi a franc felderítő E25? Először visszavonulsz, öcsém, mert Luxot fedezik páron. Mit csinálsz? Te fog jönni. Szegény Luxot terrorizálja az E25. Igen, itt látjátok, eléggé laggoltam, ezért nem mentem előre az E25-re, meg nem is akartam, hogy hátulodolódott engem esetlegesen. Na, még egyszer képes lesz belém rülni a stugágyúval. Hát is vitt, de... Vége a partinak, barátocskám. Szóval ez volt az egyik hetes szintű TD-jük, bár annak nem igazán örültem, hogy rögtön ezután mi meg elveszítünk egy hetes szintű nehéz tankot, szóval magával itt valakit a sírba. A Black Prince-e még lesznek gondok. Szóval keresek olyan pozíciót, ahol esetleg mesterészkedhetek, és megfigyeltem, hogy ebben az erdőben egy recseőrnél döntenie kell az embernek, hogy hol akar aktív lenni. Ezt a dombot akarja tudni lefedni, akkor ezen a szélen kell valahol felállnia is. Mivel ez messzebb van, mint ide ez, illetve itt messzebbre is lehet menni, ide érdemes távcsövet használni, vagy valami olyan tankban lenni, aminek van legalább 400 méter látótávja. Nos, a tigris az nem ez a tank, szóval ahogy itt keringőzök, és látom, hogy itt van ellenség, oda el is tudok látni, rájövök, hogy ezzel a tankkal csak az erdőnek ezen a szélén érdemes játszanom, és ezt az oldalt fedeznem, ide úgysem fogok tudni ellövöldözni.
Talán még azt a tigrist esetleg egyszer, nem? Mert nem látok arra. Hát mindegy. Menjünk is tovább. Nagyon kis aranyos egyébként ez a tigris. Igaz, hogy egy hatalmas doboz, de hát egy doboz bombon, mondjuk. Ja, és vannak most már spotok is. Erről van szó, hogy mondtam, ezen az oldalon képes vagyok ellátni távcső nélkül. És távcső helyett csak egy átszállom van, de időben majd azt is valószínűleg lecserélem egy ventilátorra. Most jelzás gyorsítom van és töltés gyorsítom. Jó sok lőszer. Nem fog kifogyni a csata során lőszerből, az szinte garantált. Még valaki? Ilyes. És itt elég komoly hátrány az, hogy nem látszik a replayben a tankok sziluettje. Nézzük meg, hogy... Külső nézetből olyan látszódik. Külső nézetből sem látszódik. Hopp, most látszódott. Kell egy kicsit szenvedni sajnos ezek a 85-as replayekkel, mert rengeteg mindent összebarmoltak a fejlesztők. Itt eltűnnek a sziluettek, meg előbukkan a csőszájfék. Akkor is itt mostől kezdve igazi minőségű mesterlövész munka, nem annyira biztos kezekkel, mint hogy a fazekas ülne a tankon van, de hát igyekszik az ember. Ritkán lövöldözöm ilyen távolságból. Tigriség T-29 igazán visszahúzhatatlanak, mert ki fogják őket kapni. Nem állunk olyan nagyon fényesen, de ebből még fel lehet jönni. Főleg, hogy ilyen szép kis találatokat be lehet kereszteni a 7-es nehéz tankjaiba, főleg a T-29-ben. Moldaláról hogy pattanhattam le? Akkor a másik. Látom a koponyád oldalát, akkor esetleg kicsit közelebb kéne húzódnom. Nagyon a határán vannak a látótávolságomnak. Szép, az ott jó is lesz, ilyes maradj ott, maradj vesztünk, nem? Akkor van egy barátod is. Na, valami. Igazából hátra is döltünk és ilyen kis pihenős replay. Bár egy picit remegett a kezem a ravaszon. De igyekeztem minél pontosabban célozni. Ötve sajnos a sok ledöntető fát zuhant párszor az FPS-em romboltó tereptárgyak, de nem volt elviselhetetlen igazából. Hát borderline, gyenge célpontra kell célozni, hogyha nem tudnál a lövedék. Bár ez olyan az ilyes előtt, tehát nem tudom. Mennyi célpont? Na, ez egy igazi mesterlövész állom is. Miért bemeli az ilyes a csetet? Oké, értem, D0 fantasztikus. El kéne törni a kezét az ilyeneknek. Na T29, mindjárt töltök is. Annyira OP ez a töltésidő, komolyan mondom, ilyen célzás látvéssel. Ez elképesztő komolyan. Igaz, hogy a jakpanterem még így is gyorsabb lenne az ágyú, de a jakpanter nem egy olyan stabil... rengeteg HP-val bíró platform az ágyú az, mint a tigris. Valahogy nekem jobban be is jön a... Jagpantert is szerettem, de egy picit meguntam, azon túl is tettem, majd a jagpantereket megveszem valamikor egyszer, nem sietek igazából felé. De a tigris valahogy... Hát lehet, hogy azért, mert nem játszottam vele korábban annyit, mint a jagpanterre, de a jagpanterbe beleuntam, a tigerre pedig... igazán megjött hozzá a kedvem. Egyébként elképesztően mondom, azt hiszem ez a csata a végén nem lesz szánysegéd. Nem értem, hogy hogyan, szimplán csak sebzések, meg medál nélkül jó sok XP, de nem szánysegéd. Ez pedig egy elmarkodott lépés, az a Panzer 35 ennél, lehet, hogy meg tudom lőni, de fel is spottolt. Az ellenség is vannak olyan szemfülesek, mint nálunk, egyből bombáznak is. Feltétlen ki kell végeznem, annyira, hogy még egy golyót ad is tűrök érte. Panzer 35 ennél az komoly fenyegetés volt. Stock T43, sajnálom a szegény gyereket. Hogyha rálátnék, nem
Igen, itt valóban nem látni a szülőtjét, csak valami kis zöld volt, aztán reméltem át, hogy meg tudom lőni, de... nem jött össze, közben mondom a vörös hadsereg, akit én fedezek, így a tigerék, meg minden egyes nehéz tankunk arra fele van, ez pedig... ez van itt tiger is, igen, KV3, T29, ilyenek vonulnak előre. Pedig igyekszem fedezni őket, ahogy német páncéltalan mesterlevész nehéz tankhoz illik. Majdnem. Elnye, penelgyen meg tényvárunk, és közelebb kell mennem, hogy rá tudjam vinni az ágyomat. Kocsmányozik össze vissza, úgyhogy nem lőjük meg csak... na végre, lőjük őt. Észrevették a csapattársaim, hogy ő ott van. Már 4600... 4600... 4160 bevitt sebzés. Igazából ezek a Ripley-ek főként a hatalmas... potenciált akarja mutatni, ami rejlik ebben a tankban, hogyha folyamatosan van lehetősége tüzelni az ellenségre, hogy micsoda percenkénti sebzést tud kiosztani. Tiger, nem látok rá, viszont T29 még mindig célkeresztben van. Hopp, sajnos lemaradtam róla. És már csak egy Tiger van, majd azt legalább össze tudom szedni. Talán, mivel elkapta a KV-3-unkat, lesz lehetőségem rálőni a srácra. Hopp, ott az oldal. Egyszerű. Tovább ment. Na, talán visszajössz, mi újság? Igen, hátrát. Kis butus, na gyere. Hopp! Kill-steal. Gyönyörű 55 HP-ról kikapni. 4493 sebzés, és ez még csak az, amit láttunk. Hogyha voltak nem látott lövések, azt a csata utáni screenshotokon lehet látni és megszámolni. Na, de jön aztán a fekete leves, ennek is el kellett érkeznie. Nem kerültem el két csata után a TR9-es ütközetet. Gyönyörű. Ez igazi Tiger match picking egyébként, tehát ez a kettőször kapok egymás után TR 7-es csatát, egy csomó nehéz tank, amikben vihetek rengeteg sebzést, mert jó sok HP-juk van. Az nagyon ritka és nagyon szerencsés dolog, de ez a jellemző. Mikor alig van rajtam kívül 7-es szintű tank, és talán vagyunk 8-asokkal, 9-esekkel, esetleg még több 9-es is szokott lenni. Na ez az igazi Tiger féle match making. Ha ez nem lenne, komolyan mondom, ez lenne a legjobb 7-es szintű nehéz tank. Esetleg csak a T29-et még nem volt lehetőségem játszani, szóval nem tudom, hogy miért. Nem tudom személyes tapasztalatból, hogy miért tartják azt olyan nagyszerű tanknak. Biztos van benne valami kiváló, esetleg az ágyúja. Páncia valószínűleg nem, ágyú torony, gondolom ezek a dolgok. De nekem a kedvenc hetesem, amivel játszottam is, és tudom is, hogy milyen az a KV3, illetve a Tigris. A KV3 talán több helyzetben, több szituációban alul maradna a Tigrissel szemben, például, hogyha távolról lövöldöznek rá, vagy neki kell távolról lövöldöznie, ilyenek az egy igazi közelharcos tank. Tigris ezzel szemben, ezzel a kegyetlen tűzgyorsággal és ilyen sok életerővel. Mindenhol megállja a helyét, azt mondja. Tényleg 44 egyetlen pontja, ahol nem tudom megsebezni, ágyú menet. Ez pedig, hát a napokban már mindig ez történik, hogyha valakit szeretnék kivégezni, akkor lövök neki egy lánctalpat, nehogy megsérüljön. 43 HP-s T44, a szél elfújna, de nem sikerült kinyírnom egy 88 mm-es lövedékkel. Na, oldalra lövett, oldalban meglőttem az ellenfeleket. Egyelőre talán fel sem lettem spottolva, mert nem forgatták felém az ágyújukat. Amíg nincsen, addig érzik, addig ebből tudom, hogy fel vagyok-e spottolva. Felém forgatják a lövegeiket az ellenségét. Hopp, most T-34, mintha ide forgatná, kicsit aggódtam. Gondoltam, hogy meglövöm egyszer is. Mint kiderült, a kometet lövi, hogy láthatátok, ő sírült meg. Ezért felbátorodom, hogy még akkor megint kimegyek, megint meglövöm, most viszont valószínűleg előrébb hajtottam, mint az előbb, vagy az olyan sokat mozogtam.
de a T-34 egyértelműen engem kihoz, és be is kaptam egy elég csúnya találatot. Arra szerintettem, hogy megint a kommentet lövi, de ő valójában már nem is volt a közelben. Szóval ez hiba volt részemről, de azért mégiscsak elég jól lesebezgettük a T-34-et. Nekem meg van annyi életerőm, hogy ezt még kibírjam. Szerencsére nem volt kritikus találat. Most pedig szépen lassan fordul a kocka. Kiszedtünk pár ellenséges tankot, viszont kezdünk mi is elhullani. Az ászlóhoz nem akartam semmiképpen menni, inkább akkor majd szélen sniperkodik, feltartom az ellenséget ilyenek, mert tier 9-es nehéz tankok között nem igazán van helyem a zászlónál ezen a pályán közelharcban. Úgyhogy gondoltam, én majd megyek oda, ahol fölös tankok mennek. Na, ki kellett számolni. A Tigrisről tudni kell, hogy mint egy szinte az összes német ágyú, valami nem valami baromi kicsi kaliber, rohadt lassú a lövedék, semmi nem indokolja, legalábbis én nem tudom, hogy miért ennyire lassú. Ilyen kicsi a gyorsulása, de hát... Ja, mozgó célpontokat német tankokkal, mint a Tigris vagy a Jakpanterin úgy tapasztaltam, sokkal nehezebb eltállni, mint mondjuk egy orosz tankot. Vagy amerikaival. Az ilyes engem céloz, nem tudom biztosan. Szerintem csak errefele nézek, hogy hát, hogyha észrevesz engem, nem hiszem, hogy... Tudna, hogy hol vagyok, vagy hát tudja, hogy hol vagyok, csak nem hiszem, hogy látna is. Na. De is közben egész szépen körülfogták a közepes tankjaink, de sajnos ez nem lesz maradandó. Nem sikerült most eltalálnom az AMX-et sajnos, pedig most még közelebb is volt, és nem is ment olyan gyorsan. Én itt pedig egy picit várakozunk. Mesterlövészkedés, nézem, hogy hát valamit oldalra tudok lőni. Rálátok valamire esetleg. Az ilyesek a tornyának a csücske kilátszott, de annyira pontos ez az ágyú, komolyan mondom. Ilyen szögből kivesve tetálni. A 13-75-nek nem látom jelét. Kimegyek és az ilyet megszedem. Vagy leláncoltuk, vagy... Lehet leláncoltam. Akárhogy is, folytatjuk a bombázást. Nincs csak meggyorsítva a felvétel, komolyan a Tiger ilyen elképesztő sebességgel tölt újra. Komolyan mondom, ha nem lenne ez a matchmaking-e, meg nem lenne ilyen puha, még OP tank is lehetne belőle. Ekközben mindenki elhullott, nincsen több tier 9-es tankunk, nekik még megvan az E-75 két kill-el, és ahogy majd láthatjátok, amikor közel kerülök szinte full HP-val. Úgyhogy úgy döntöttem, internetestől kezdve ezt vesztettük, ezeket nem fogunk tudni kinyírni, de még összeszedek annyi sebzést, amit lehet, nem ülök itt, amíg be nem fog, amíg befoglalnak, megölök még, amit tudok, például az IS 1375-et összeszedem, hogyha még itt van. Itt van az. Hello. Sose tudja meg, hogy mit támadta meg. Jött az IS, majd arra lesz még egy Tiger is, hogyha az sem ment még a bázis fele. Közben a csapattársaim szépen elhullanak. Ez a tényleg csak a sebzésről szólt 9-es szinten. Szedjünk össze minél többet. Ilyes, úgy is van. Csuszka. Hopp, Matrix. Lássuk azt a Tigert. Érdekes szög, próbáljuk meg. Tadá! Komolyan majdnem OP ez a tank. Komolyan mondom. T-28 prototype, a probléma csak az, hogy ugye egy elvették a motoromat, amivel régebben haladtam, kettő vízben vagyok, úgyhogy... Ja, nem a leggyorsabb tank a világon. Elég nehézkös lesz eljutnom odáig, hogy kisegítsem a protót. Prototype kénytelen lesz resetálni, most visszavésztem normál sebességre, lássátok mennyi idő van még a foglalásban. 40 másodperc ráérne, viszont az E-75 piszkálni fogja elég erőteljesen. Oda akarok érni, de egyszerűen csak nem megy, még aranydőszeret is betöltöttem E-75-re meg K4-re. De egyszerűen csak nem vagyok képes odaérni ezzel a tankkal. Talán ezt mondanám a gyenge páncélaton kívül. Hát a Tigrisnél most ez sosem volt téma, hogy erős a páncél. Azt, hogy nem valami gyors, főleg, hogyha terepet kell járni, hanem mondjuk városban, vagy lejtőn, vagy valami sima útvonal, és ez igazából elveszti nekünk a meccset. Nem tudtam kisegíteni a prototype-ot, és egy KV4, hiába a 122 mi is van rajta, aztán még veszélyesebb rán nézve, mint hogyha a 107-es lenne, mert annyival többet is sebez. Lepattan meg úgyse pattanna egyik se. És az E-75. Ez egy érdekes szituáció. Rálőttem, a lövedékkel nem történt semmi, viszont ő átvitt engem szájtjúkba is közben. Nem mondom, hogy...
nem lenne szabály, gyors, de hát... Most ezt kaptam. Annyira azért nem töltök gyorsan, hogy oda tudjam lőni, illetve a szigla fölött úgy látszik, hogy kilóval torgyom. Sajnos, meg tudott lőni, 5-22-es sebzés. Ez volt a KV4-et, az Istenért nem tudtam átvinni frontból, még aranylőszerrel sem, pedig az aranylőszernek van lássak, csak mennyi? Nem tudjuk meg, hogy mennyi átütése. Szóval, Tigris Ripley-ek, kicsit elszomorító volt a vége, de... Hát, mondjuk az aranylőszer felmelése is, hogy nem jutott át semmit, amiatt vesztettem majdnem 10.000 kreditet, de... belefér. A lényeg az, hogy jó móka volt ez a csata, a legtöbb XP tier 9-ben. Szerintem megmutatja, hogy mire is képes a tank. Na, köszönöm, hogy velem tartottatok. Karvaj voltam. Sziasztok!